Sportmagazin. A heti sporttárs a Merkbau Kft. Támogatásával. Szép, tartalmas estét kívánok Önöknek nemzeti ünnepünk előestéjén. Különleges, sőt egyedi diákfoci kupát rendeztek a II. Rákóczi gimnáziumban a meglepetés motivációjával. NB1-es rangadókat játszott a Szilágyi RFC két csapata is hazai pályán, valamint egésznapos kézlabda fordulóval tesztelte formáját az UKSC lánygárdája. Vendégeink egyszerre őrzik ősi hagyományainkat, és versenyeznek az ország legjobbjaival. Történelmi íjászok érkeznek ide hamarosan. Remélem, ma is velünk tartanak. Az ősz egyik, vagy talán legnagyobb rangadóját játszott a szombaton délben a Szilágyi RFC két NB1-es labdarúgó csapata hazai körülmények között. Az U12-es és U13-as együttes is a hasonló játékerőt képviselő orosházi MTK-val meccselt. Mindkét helyi csapatnak égetően szüksége volt a bajnoki pontokra, így dupla győzelmet várt mindenki. Kiki meccsre készülődött a sárga mezes pályaválasztó Szilágyi RFC a Bundzsák Aréna műfüves pályáján. Az NB1-es U12-es bajnokságban az orosházi csapat volt a mieink ellenfele. Felkészültünk a találkozóra, egy férfias küzdelmet várunk és egy jó játékot, egy felszabadult játékot várunk a csapattól. Mennyire ismeritek a halasi csapatot és hogyan kell ellenük játszani? Hát ebbe a korosztályban nem játszottunk egymás ellen, én nem ismerem őket, de úgy tudom, hogy egész jó erőt képviselnek, és remélem jó mérkőzésre számítotok. Szerinted min fog múlni a dolog, kiviheti el a bajnoki pontokat? Hát itt az összjáték és a párharcok megnyerése a fő kérdés, hogy tudjuk ezt megoldani, illetve a helyzetkihasználás. Igazából tavaly találkoztunk velük kétszer, akkor jó játékerőt képviseltek, úgy láttam, egy kicsit megváltozott a játékos keretük, az összetételük. Azt gondolom, hogy bizakodva várhatjuk a mérkőzést. Úgy lépünk pályára, hogy mindenféleképpen 3 pontot meg kell szerezni. Emellett a 3 pont mellett nagyon fontos egyébként a gyerekek, hogy állnak a mérkőzéshez, milyen motiváltan állnak a mérkőzéshez. Ezt próbáltam nekik súlykolni az előbb az öltözőben, illetve nagyon fontos egyébként a játékképe, hogy ez hogy tudjuk megszerezni a 3 pontot. Nem elég a 3 pont megszerzése, hanem azt gondolom, hogy a játék is olyan legyen, amilyet igazából edzéseken gyakorolunk, illetve az öltözőben megbeszéltünk. Labda kihozatalokat várok a srácoktól, gyors játékot várok a srácoktól, gyors támadásbefejezéseket várok a srácoktól, és mindenféleképp agresszivitást. Nagyon jól kezdte a párharcot a hazai gárda. Több ígéretes akció után a 7. percben óriási gólt lőtt messziről Subka Ádám. A folytatás is hasonlóan sikerült, ugyanis a 10. percben Gáspár Zalán már 2-re növelte a Szilágyi előnyét. 2-0-ás félidő után a másodikban is 2 gólt lőttek a hazaiak, így magabiztosan tartotta itthon a pontokat az RFC. Megpróbáltunk az elejétől jól játszani, Galiba azt mondta, hogy csak a 3 pont az elfogadható, és akkor kimentünk és nyertünk. Te ez nagyon nagy mértékben hozzájárultál, például az első gólod az például szenzációs volt. Hát próbáltam, Goldrúni mondta Galiba, ne idegeskedjek, és azt mondta, hogy okosan játszok, és okosan rúgtam gólt. Ez a mérkőzés, ez a győzelem, ez mire enged következtetni a következő mérkőzésekre? Hát az, hogy fel kell zárkoznunk többi csapatokhoz, mert ugye le vagyunk maradva 3 ponttal. Jövő hét pénteken megyünk Békés Csabára, ott is reméljük nyerni fogunk, és megyünk tovább. A másik pályán az U13-asok készülődtek fontos mérkőzésre. Az időjárás az hibátlan, a pálya hibátlan. Én bízom benne, hogy a mérkőzés is a mi reményeink szerint fog alakulni. A tabellán azonos pontszáma rendelkezünk, így rangadóról van szó. Mit lehet tudni az ellenfélről? Pontjaink azonosak, azonban az eddigi mérkőzéseink nekünk nehezebbek voltak, illetve egy mérkőzéssel kevesebbet játszottunk. Van náluk egy kifejezetten ügyes játékos, próbáljuk itt majd kiemelni a többi közül, és hát ha így megbírjuk nyerni is a mérkőzést. Bízom benne, hogy a srácok átérzik ennek a mérkőzésnek a fontosságát, mert most tulajdonképpen összeállításban tudunk kiállni, ami számunkra ideális, mert múlt héten egy olyan összeállításban álltunk össze, ahol több
játékosunk az U14-es bajnokságban szerepelt, és bízom benne, hogy a heti edzés munkát és a héten gyakorolt dolgok azok jönnek a mai mérkőzésre. Mi múlhat a dolog szerinted? Véleményem szerint csak is nálunk a hozzáálláson, hogy a srácok hogy állnak hozzá a mérkőzéshez. Beszélgettünk velük erről elég sokat a héten, és elég pozitív visszajelzések voltak. A teljes nagypályán lejátszott találkozón a sárgamezes RFC-sek uralták a mérkőzést. Végül 3-0-ás első 30 perc után 4-0 arányban nyertek Laskovics Bernáték. Első fél idő az elég jó volt, de a másodikban elkezdtek rugdosni, és nem lehetett jól játszani, ezért nem is rugtunk annyit. Miért volt olyan fontos ez a mérkőzés a számotokra? Hát, mert ugyanannyi pontjuk volt, és meg kellett őket valahogy előzni, és hát meg is van. Szerinted hogyan sikerült nyerni? Hát igazából együtt volt a csapat, jó volt az összhang, és lejátszottuk őket az első fél időbe. Mesélj egy kicsit a második gólodról, hiszen egy szabadrúgásból történt jó messziről. Hát szerencsésen pattant vissza a felső kapufáról a labda, és beengedték, és így lett. Szóval így szerencsés gól volt, de szerintem szép volt. Mi lesz a folytatás a számodra és a csapat számára? Hát szeretnénk tovább nyerni, és szeretnénk minél jobb pozíciót a bajnokságban megszerezni. Ha gólt kap a csapatod, akkor attól kezdve egyel kevesebb játékosod lehet a pályán. Ez a legfőbb szabálya a Dávid Géza által kitalált kispályás teremfoci tornának. A meglepetés vegyes kupán három kategóriában négy halasi középiskola meccselte egymással. Izgalmas és gólgazdag foci tornának adott helyet a napokban a második Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium sportcsarnoka. A negyedik alkalommal megrendezett meglepetés vegyes kupa tökéletesen illeszkedik az iskolai sportrendezvények sorába. Ez a negyedik alkalom már. Igaziból csak egy ilyen baráti jópofa kezdeményezésként indult ez évekkel ezelőtt. Aztán ez is az éves őszi menetrendünknek a részévé vált. Gyakorlatilag nem kell könyörögni az lassi középiskolák csapatainak az első hívószóra. Itt vannak. Nyilván a sportról szól elsősorban, de hát szinte ugyanolyan fontos az, hogy a fiatalok itt egy jókedvű, jó hangulatú, szép idővel erősített őszi napot eltöltsenek a rekóban. Az ötletadó és szabályalkotó Dávid Géza volt. Szerettünk valami újat, ugye minden iskolának megvan a saját tornája, akár labdarúgás, akár kézilabda sportákban. Szerettünk volna egy kis évindító, kis kezdcsinálót a nehéz tanévhez, és aztán így nézegettünk különböző versenyeket, tehát nyilván nem titok, hogy van ebben beemelt dolog is, amit máshonnan találtunk ki, és aztán vegyítettük a saját ötleteinkre, és így alakult ki a kupának a szabályzata. A legfontosabb, hogy nincsen kapus, öten játszanak öt ellen, és amikor egy csapat gólt lő, akkor az ellenfélből lemegy egy játékos. Lényegében addig tart egy meccs, amíg el nem fogy az ellenfél, vagy pedig 10 percig, és akkor 10 perc utáni eredmény van jóváírva. A házigazda több csapatot nevezett a megméretésre. A lányok az elmúlt időszakban sikeresen szerepeltek a különböző tornákon, ezt szerették volna folytatni. Mivel mi már erre gyakoroltunk, így annyira nekünk nem volt meglepetés ez a taktika, meg ezt megtanulni. Hát, az első meccsem tavaly ott nagyon nem értettem sokat ebből az egészből, de idén már jobban megy. Új játékos vagyok, de szerintem itt csak passzogatni kell, így futni az lényeg igazából, de az összhang meglegyen. A fiúknál is nagy volt a küzdelem. A hazaiak nagyon szerettek volna bizonyítani, félszemmel pedig már a februári Rákóczi kupára tekintgetnek. A nem hétköznapi szabályokkal tökéletesen tisztában voltak. Igazából csak jó szeretnénk érezni magunkat, de inkább gólt lőni. De 4 éve játszunk már, szóval megszoktuk ezt a szabályt. A kupán 4 középiskola vett részt 3 kategóriában. A részletes eredményt honlapunkon olvashatják. Fantasztikus a versenyzett a legendás tengeren túli Daytona viadalon Györfi Alain városunk Európa-bajnok motorversenyzője. Alain mind a hosszú távon, mind a sprint távon felállhatott a dobogóra. A hihetetlen teljesítmény további részletei a Halas médián, illetve a ma megjelent Halasi Tükörben olvashatók. Remekeltek úszóink is, hiszen a kecskeméti Mercedes kupán 18 medált nyertek Novotny Attila és Csontos Kristóf tanítványai. 10 érmet nyertek a Union Dojo karatékái a hétvégi országos kupán. Van Gergő 2, míg Cene Barnabás, Mamlec Milán és Király Zsófi 1-1 aranyérmet nyert.
Labdarúgás. A Dunamenti iskola gyermek ligában a nagyon jónak számító 10 pontot szereztek a Szilárd RFC 2011-es és 2012-es csapatai. Az U16-os bajnokságban Szilárdi Kalocsa 3-1, a hétvégi Bozsik Fesztiválon Tompa Dániel, Ács Sánta Bálint, valamint Gilik Gergő nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Nézzük most képes rövid híreinket. A legrosszabbkor jött a bajnoki szabad nap a Faddikor Kiskunhalasi FC számára a megyei elsosztályú labdarúgó bajnokságban. Stetakovics Marinkó együttese győzött Kecskeméten, és legutóbb hazai pályán közönség szórakoztató játékkal 4-0 arányban diadalmaskodott a Soltfatkert ellenében is. A lendületben lévő KFC nem meccselt a hétvégén, sőt legközelebb 26-án szombaton idegenben Tiszakécskén lép Gyepre a Halasi Gárda. A Faddikor Kiskunhalasi FC-n jelenleg 12 megszerzett ponttal a tabella középső harmadában található. A megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság középcsoportjában mindkét halasi csapat mérkőzött a hétvégén. A Kiskunhalasi FC második számú együttese hazai körülmények között látta vendégül a Soltfatkert 2-t. A párharc vendégtalálattal rajtolt, Eiler már a 9. percben bevette Molnár kapuját. Ezt követően főleg mezőnyjáték folyt a Gyepen, majd a 91. percben Szalai beállította a végeredményt. KFC 2, Vadkert FC 2, 0-2. A másik halasi gárda, a Kiskunhalasi Spartacus Kecelen meccselt, és 5-0-ás vereséget szenvedett. A KFC 2 jelenleg a 8., a Spartacus a 10. a bajnoki tabellán. A másodosztályú serdülő kézlabda bajnokság 6. őszi fordulójában a Kiskunhalasi UKSC az egyik legerősebb csapatot, a nyíregyházi Esen Kft. Együttesét látta vendégül a Bibó gimnáziumban. Nagy Bence tanítványai meglepetésre, bravúr sikerre készültek, és ez körvonalazódott is az első játék részben. A halasi fiúk lépést tudtak tartani a vendégekkel, így 11-12-vel zárult a felvonás. A második 25 perc is szorosan alakult, nem tudott nagyobb előnyt kicsikarni a nyírségi egylet. Végül hazavitte a bajnoki pontokat a vendéggárda. Kiskunhalasi UKSC, Nyíregyházi Esen Kft. 26-29. A Kiskunhalasi jelenleg 7. a bajnoki tabellán. Legközelebb november 9-én szombaton ahogyan lépnek pályára a fiúk. Egész nap pattogott a labda, a kézilabda a Dékáni Szakközépiskola sportcsarnokában vasárnap. A Kiskunhalasi UKSC utánpótlásának egyik legjobb csapata két mérkőzést is játszott hazai körülmények között, természetesen győzelmi reményekkel. Teljes fordulót játszottak vasárnap a Dékáni Szakközépiskola sportcsarnokában az U12-es lány kézilabda bajnokságban. A halasi csapat számára különösen fontos volt a forduló, hiszen hazai körülmények között játszhattak a lányok a régió legjobbjaival. A nyitó találkozó már is az egyik legfelkészültebb ellenféllel zajlott. Ez már a második forduló, ez a gyermekbajnokság U12-es lány fordulója. Mindig máshol vannak a helyszínek. A mai napon Hódmezővásárhely, Kelebi, a Csávoly és Szeged lesz itt Halason. Mi Hódmezővásárhellyel és Kelebiával fogunk játszani. Mi a lényeg ennek a lebonyolítási rendszernek? Miért jó ez? Egy fordulóba két mérkőzést játszanak a gyerekek, így ugye nem az van, hogy minden mérkőzésre el kell utazni. Próbálják a területben, a régióban a legközelebbi településeket összefogni, és ott megrendezni ezeket a fordulókat, így nem kell nagyon messzire utazni a csapatoknak. Mennyire fontos ebben a korosztályban, az U12-es korosztályban az eredményesség? Az új koncepció alapján a Magyar Kézilabda Szövetség úgy gondolta, hogy U14-ig nem lesz tabella, hanem csak a félidei, illetve a végeredményt fogják feljegyezni, sem azt sem jegyzik, hogy melyik játékos hány gólt lő, vagy igazából a játék élménye legyen a fontos, nem az eredmény.
Az az alap már pár éve, hogy egy hétvégén kettő mérkőzés játszanak le a csapatok. Én nagyon szeretem, mert kapnak egy sorozatterhelést, ugye a sorcseréknek köszönhetően mindenki pályára léphet, mindenkinek viselnie kell a felelősséget, és ezáltal sok rutint szereznek, úgyhogy én szeretem ezt a lebonyolítási formát nagyon. Hogyan mérkőztök, milyen egyesület működik Hódmezővásárhelyen, és mi a célja az egyesületnek? Hát a Hódmezővásárhelyen MB2-es felnőtt csapatunk van ebben az évben. Sok utánpótlás csapatunk van, most nem tudom hirtelen összeszámolni, kb. 6 utánpótlás csapatunk van. Jók az edzési lehetőségeink, szerencsére mindenki jut nagy terembe, nagy pályára is, úgyhogy ideális körülmények között edzhetünk. A kékmezes Hódmezővásárhelyiek kezdték jobban a találkozót. Két, sőt többször három góllal is vezettek a vendégek, aztán a félidő finis előtt egyenlítettek a sárgák. 7-7 után megint lépés előnybe kerültek a vásárhelyiek, így két találattal vezettek is a szünet előtt. A fordulás után újra 2-3 góllal voltak jobbak a vizitálók, de háromszor is fel tudtak kapaszkodni a halasiak. A végén azonban a Hódmezővásárhelyiek örülhettek 21-17-es győzelmüknek. Nehéz volt, de jó a csapat, és ezért megbírtuk nyerni. Mi múlott a dolog? Mivel, mennyivel voltatok ti jobbak, mint a halas? Hát nekünk nagyobb volt szerintem a csapatjátékunk. Mire számít az a folytatást illetően, hiszen még lesz mérkőzésetek? Hát remélem, hogy így folytatjuk, ahogy most is. Így kell játszani ott is majd? Hát egy picit jobban megpróbálunk. Szerintem meg is nyerhettük volna, csak jobban kellett volna védekeznünk. Ezen múlott csak a védekezésen? Hát meg a támadáson is, de azon nem olyan sok. Szerinted hogyan kellett volna védekezni, hogyan kellett volna támadni? Hát védekezni erőszakosabban, és támadni meg gyorsabban. Nagyon-nagyon jól játszottál. Mennyire tudtál te hozzájárulni a csapatjátékhoz szerinted? Hát én szerintem mindent beleadtam, de a csapaton is sok múlott. A teljesség kedvéért hozzáteszem, hogy a második meccsükön viszont remekeltek a halasi lányok, ugyanis 45-1 arányban legyőzték a Kelebia együttesét. Kedves nézők, most pedig teljesen más következik, még pedig történelmi íjász, a Halasi Napsólyom Egyesületből érkezett. Apa és lánya, Balogh Szabó Ferenc és Aléz, jó estét kívánok, sziasztok! Jó estét, szervusz, sziasztok! És az apropó az, hiszen évek óta, 20 évek óta működtök, hogy most volt az országos bajnokság, amelynek keretében Aléz országos bajnoki címet szerzett. Aléz, mesélj egy kicsit erről, milyen volt ez a bajnokság, hogyan sikerült nyerni? Nagyon jó volt, a maga bajnoksága az Kaposmérőn volt, és azon belül a Kassai Völgyben. Ez egy kétnapos rendezvény volt, az első napon megtörtént a nemzeti bajnokság, és azon belül az országos bajnokságra való rangsoroló. Itt a legtöbb hat pontszámot, vagy hát a igen, lövő jutott tovább az országos bajnokságba. A második napon ugye megtörtént az országos bajnokság, ahol 6 cél volt, mind a 6 versenyzőnek teljesíteni kellett a célt, és hát remekeltem, úgymond, mert az országos bajnokság rangsorolójába másodikként jutottam be, de fejfej mellett haladva az ellenfelemmel, végül az utolsó célnál sikerült vezetést szereznem, és így megvédtem az országos bajnoki címemet. Alice, gratulálunk, nem lett könnyű a feladatot, hiszen gondolom otthon is erről van szó, hiszen gondolom beszéltem otthon is, apa és lánya között van, hogy az íjászat. Feri, hogyan működik ez a Halasi Egyesület, és mesélj egy kicsit arról, hogy mit jelent ez, hogy hagyományőrzés. Itt az öltözetben, a viseletben ez egyértelműnek tűnik a számomra. Hát igazából ez a Halasi Napsólyom Íjász Egyesület, 30-40 fővel körülbelül annyivel működünk. Kinn a Kopolyai úton a Perka farmon van jelenleg a bázisunk, ide próbálunk csütörtökönként, vasárnaponként edzéseket szervezni, és esetleg az érdeklődők ide tudnak kijönni. Ugye ha városi rendezvényeken, ha megjelenünk, ott elég sok érdeklődő szokott jönni, és akkor ugye az egyesület elnökének a telefonszámát szoktuk megadni, és akkor ő ki? Törtel Imre, és akkor ő általa kerülnek hozzánk a újoncok. Hát egy-két edzésre ugye ki szoktak jönni, aki igazából ott marad, aki úgy jár, mint én, hogy szerelem első látásra, ez az íjászat, az ott marad, a többiek azok úgy szép lassan lemorzsolódnak, és ez a 30-40 fő, ez így változik.
Mesélj egy kicsit erről a ruházatról. Miért pont ebbe vagytok? Mit jelent ez? Mit jelképez? Mi ez a hagyományőrzés? Igazából ez a ruházat, ez a 10. századi magyaroknak a ruházatából különböző ruhaneműk, ugye ide még tartoznak ugye kaftánok, meg egyéb kiegészítők. Ugye évszaknak megfelelően gondolom. Igen. Főként, hát igazából ez a hagyományőrzés, főleg ez ugye a ruházatra, megjelenésre, meg magára az íjászat, mint hagyomány, és ennek a hagyománynak az életben tartása a célunk. És ugye az eszközökkel is próbáljuk ezt életben tartani, ezt a szép hagyományt. Alisz, mutasd be egy kicsit ezt a fegyvert, bár azt mondtátok, hogy ez nem fegyver tulajdonképpen, hanem sporteszköz. Igen. Mi a jellemző ennek az íjnak? Mit kell róla tudni? Hát ez egy igazából egy hát a Szalma József íjtervező által készített íj, és igazából ő is versenyzik, és az ő és a vevők úgymond kedvenc részei ugye az íjnak, azokból lett így összegyurmázva, viszont borzasztóan jól teljesít. Milyen különbség van, hiszen gondolom itt a testalkat, a korcsoport, férfi-nő között van különbség, gondolom az íjban is. Természetesen van, kisgyerekeknek gyengébb, felnőtteknek pedig erősebb. Ez mint fiú-lány, mint férfi-nő szemében is változó az erőssége az íjnak. Mennyire tekinthető ez hagyományőrzésnek? Ilyennel lőttek az ősi magyarok? Hasonlóval. Ez lényegében egy replika íj, modern anyagból készült történelmi replika íj. Ez kimondottan egy szkíta jellemvonásokat megjelenítő például mélyben? Így. Igazából a kisebb szarv, a hosszabb, rugalmas karok, ugye ez nem kimondottan a magyar íj, mert az a merev szarvú reflexi, ugyannak hosszabbak a szarvai, mint összetett reflexi, ez inkább a szkíta vonalat jeleníti meg ez, és ugye modern anyagból készült, tehát nem szarú ín, meg halenyvel ragasztott összetett íj, hanem ez fa és üvegszál lamináció. Dinamika. 21. századi Igen. lehet mondani. Igen, nagyon érdekel az, hogy ti mennyire tekintitek ezt hagyományőrzésnek, és mennyire versenynek, hiszen a hagyományőrzés, ezt mindenki tudja, hogy nagyon-nagyon fontos. De miért fontos versenyezni? Hát igazából az én tapasztalatom nekem az, hogy elkezdtem ezt az íjászatot, nagyon megtetszett, itt ragadtam, és eleinte igazából nekem ez elég is volt ennyi, hogy én íjászhatok. Kimehetek a természetbe, avval foglalkozok, amit szeretek, el tudok benne mélyülni, de egy idő után az ember azért csak kíváncsi, és próbálja megmérettetni magát, hogy na mégis körülbelül hol tartok én ebbe a népes mezőnybe. Mondhatom azt, hogy egyre népesebb mezőny. Ez megmutatkozik ugye a tavalyi országos bajnokságon, az én korosztályomban voltunk 57-en, az idei országos bajnokságon pedig 98-an. Tehát majdnem 100-an igen, voltatok igen, csak korosztály. Az én korosztályom és az én kategóriámban. De ez rengetegnek számít. Igen. Hogyan zajlanak itt egy versenyt látunk itt a Fráter Dob mellett egyébként, amit ti rendeztetek, valamikor még a nyár folyamán, úgyhogy remek időben láthatjuk éppen Coli, ahogy lődözi a nyilakat, ahogy látom, és itt egy ifjú hölgy. Ez itt volt Halason, ez viszonylag ritkán van itt Halason. Egyáltalán hogyan zajlanak az edzések? Tehát mit jelent egy edzés? Mert lődöztök, látom, lövöldöztök, célra tartotok, de azt mondtátok, hogy nagyon-nagyon komoly fizikai felkészültség is kell ehhez. Természetesen az első lépésünk a bemelegítés, borzasztóan fontos, ugyanis meghúzódhatnak az izmaink, és abból sérülés is keletkezhet. Ezért bemelegítünk, utána pedig folyamatosan növekvő célokra elkezdünk, vagy hát növekvő távon lőni. Mikre lőttök egyébként? Mert látunk egy céltáblát, látunk, de mondtátok, hogy vannak állatfigurák és egyéb más célok is. Igen, vannak 3D-s állataink, polifómjaink és fitalapjaink, mind különböző pontszám pontozással. Te hogyan állsz a versenyzéssel? Mondtad, hogy sérülés miatt nem tudtál mindezen részt venni, és tulajdonképpen hogyan képzeljünk el egy ilyen országos versenyt a hagyományőrzés és a verseny szempontjából? Igazából ha a hagyományőrzés részét nézzük, ugye egy ilyen országos bajnokságon itt kötelező a megjelenés, már a hagyományőrző ruházatban, korhű ruházatban kell igen megjelenni. Hát ugye mindenki a saját íjjához öltözve,
És igazából itt át is tudnánk lépni a maga sport részére, mert utána úgy elindul maga a verseny, ami hát ugye pontszámokat gyűjtve, céllövészet, maga a teljesítmény egy-egy adott terepen, mire végiggyalogoljuk az összes célt, ez akár lehet több kilométer is, akkor az íjat, ugye minden célnál hármat kell lőni mindenkinek, ugye háromszor kihúzni, az íj erősségtől függően az én íjamhoz nézzük, akkor 45 fontos az íjam, 22,5 kilót kell kihúznom egyszerre. Egy-egy alkalommal. Egy-egy alkalommal, és ez célonként három alkalom, és van, hogy 24 célos verseny, akkor voltunk már 40 célos versenyen, és ez eléggé igénybe veszi az ember fizikumát, de nem csak a fizikum kell ehhez, ugye fejben is ott kell lenni, hogy azokat a helyes testtartásokat, azokat a mozdulatokat, amit edzésen begyakorlunk, ezeket ezt versenyen ott ugye ezt prezentálni kell, és Aliznak hál' Istennek sikerült az országos bajnokságon, és így sikerült neki nyerni. Hát meg gondolom az izgalom is egy ilyen versenyen, hogyan tudod ezt feldolgozni, Alisz, hogy ott vannak az ország legjobbjai, és most már másodszor sikerült esnek lenni. Te hogyan érzékeled, minek tudod be, hogy most már kétszer is te lettél az országos bajnok? Hát először is borzasztóan nehéz, nagy a nyomás, nagy a stressz, esetleg rontásnál nagyon rossz érzés, viszont azonban úgy érzem, hogy talán így a felkészülés, ha nem is annyira, de viszont fejben ott tudok lenni, és tudok koncentrálni, ha arról van szó. Nagyon jól tudsz koncentrálni ezek szerint. Feri, mi a következő feladat, megmérettetés, mi lesz a következő napokban, hetekben a számotokra? Egy percünk van hátra mindösszesen. Hát a elkövetkező időszakban most ugye elkezdődik a téli holtszezon, elkezdődik az alapozás, mindenféleképpen a testtartásokat rendezzük, erősítünk, és a következő évvel, ha indulnak a versenysorozatok, meg majd jövőre ugye az OB, és tudomásom szerint jövőre a történelmi világbajnokság is itt lesz Magyarországon. Erre a felkészülés az mindenféleképpen a téli időszakban egy komoly alapozást fog igényelni. Ehhez kívánok nektek nagy erőt, kitartást és minden jót, és sok bajnoki címet, Alisz. Köszönöm szépen, Feri, köszönöm nagyon szépen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lettünk. Kedves nézők, végül néhány programot ajánlok az önök figyelmébe. Október 26-án szombaton 15 órakor a megyei elsőosztályú férfi kézlabda bajnokságban egy vérbeli szomszédvári rangadót láthatnak a Bibó gimnáziumba ellátogató érdeklődők. Ekkor rendezik ugyanis a kiskunhalasi UKSC Sotvadkerti TL mérkőzést. Ugyanitt, a Horváth István sportcsarnokban, szintén szombaton, délután 5 órakor kerül sor a kiskunhalasi UKSC Kalocsai KC megyei elsőosztályú női mérkőzésre. Szintén ezen a napon, szombaton a Bundzsák Sportközpontban rendezik a megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság keretében a kiskunhalasi Spartacus Kecel FC 2 mérkőzést. A találkozó 14:30-kor kezdődik. Egy nappal később, vasárnap, ugyancsak a megyei harmadosztályú ligában a KFC 2 a Jászszent Lászlói Ese együttesét látja vendégül. A párharc kezdés időpontja 13 óra. Kedves nézőink, én munkatársaim nevében is megköszönöm ma esti kitüntető figyelmüket, holnapra szép ünnepet kívánok, szép nap lesz, és jó pihenést, hogyha lesz rá alkalmuk. Viszontlátásra egy hét múlva.